Vill jag ut den där sig? Den där sig, vill du inte sätta dig ner på földre? Sätt dig på földre! Videó, ahogy egy kábítószerkereskedői hálózatot számoltak fel a készenléti rendőrség nyomozói június elején Budapesten és Szekszárdon. A rendőrök 12 embert fogtak el egy időben bűnszervezetben elkövetett kábítószerkereskedelem gyanúja miatt. Nem ez volt az egyetlen elfogás az elmúlt napokban Szekszárdon. Innen nem messze fogtak el több embert a rendőrök a minap. A gyanúk szerint ők is kábítószerrel kereskedtek. Még tavaly télen indított nyomozást a szekszárdi rendőrkapitányság állampolgári bejelentés alapján új pszichoaktív anyaggal való visszaélés gyanúja miatt. A bejelentők azt állították, hogy egy szekszárdi férfi és élettársa hónapok óta árul kábítóhatású cigarettát fiatalkorúaknak is a város egyik körzetében. A hatóság végül is június 22-én 7 helyszínen tartott kutatást, 7 személyt előállított az esettel összefüggésben. Az elsődleges adatok alapján egy 63 éves szekszárdi nőt hallgattak ki gyanúsítottként, aki fiataloknak több alkalommal adott el kábítóhatású cigarettát, valamint egy 32 éves szekszárdi férfit és 24 éves élettársát, akik több száz alkalommal árultak ugyanilyen cigarettát fiataloknak, valamint felnőtt korú személyeknek. A kutatások során a rendőrök kábítószergyanús anyagot és az előállításhoz szükséges eszközöket, valamint készpénzt foglaltak le. A fiatal pár egy szál kábító hatású cigarettáért 1000 forintot kért, vagy 3 tábla csokoládét. A kábítószerterjesztőket őrizetbe vették, ők azóta előzetes letartóztatásban vannak. A fiatal párt bűnszövetségben kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet megalapozó gyanúja miatt hallgatták ki. Tettükért akár 8 év börtönt is kaphatnak. A rendőrök vizsgálják azt is, hogy a bűncselekménnyel mások is összefüggésbe hozhatóak-e.